és éreztem azt, hogy fölneveltem egy gyereket, aki kilépett az én ösvényemről, és ezentúl a saját ösvényén jár. És én már többé nem tudok segíteni rajta. Még csak mondani sem tudok sokat, ami befolyással lehetne az útra, ami előtte áll. Mindent, ami ő látta, ő az Erdélyben látta. És ahhoz még ez az anekdóta lehet mondani, ahol is emlékszem, ott, ahol ő lakott, Astorparkban, az egy nagy rezerváció, nagy ilyen erdőrész, de floridai erdő, persze, vannak ilyen kicsi patakok, és palmok, és alligátorok, és so így minden. És ő nagyon szeret a természet, ott is mindig ment vadászni, és minket is kivitte, és minden este voltunk az Erdélyben, mert ő nagyon szeret az Erdélyben. Erdélyben is, persze, de ott is, Floridában is. És akkor kimentünk egy este, és akkor mondtam, de Endre, nem érzed úgy, hogy most der Erdélybe vagy, nem olyan illata van, mint Erdélyben. És a körül néztem, és csak láttam palmok, és valami olyan mohocs, és ilyesmit, ami floridai, semmiség, egy hegy se, semmi, nagyon csúnya néz ki, különben Florida. Én semmit nem láttam benne. De ő úgy észrevette, hogy ez Erdély. Szóval ez benne van az ő fejbe, és mindig, amikor beszéltünk valamiről, akkor mindig azt mondja, ez pont úgy, mint Erdélybe. Erdély levegőjében van valami láthatatlan, megnevezhetetlen erő, mely mintha a földből sugározna elő, és belenőtt a fákba, hegyekbe, meg az emberi gondolkodásba. Ez az erő csodákra képes. Vannak a világon szebb vidékek, magasabb hegyek, gazdagabb vizek, fényesebb városok, de békésebb esték, szelídebb szellők, kékebb égbolt színesebb virágok, békésebb emberek, sehol sincsenek Isten szabad ege alatt. Én vagyok Vasalvadnak a legkisebb fiú, az ötön vagyunk, hatan voltunk, az egyik meghalt a Csaba, és mi most ötten vagyunk, én vagyok a legkisebb. Már kint születtem Németországban, Hamburgban pontosan, szóval én már nem emlékszem se Erdélybe, se az édesapámra, mert az édesapám akkor ment el az én testvéremmel együtt Amerikába, amikor én egy éves voltam. Szóval nagyon kicsi, és az édesanyámnál kellett maradni, mert az édesanyám beteg volt, és ő nem tudta utazni, és én olyan kicsi voltam, hogy nem tudtam utazni. Akkor ott éltem, az egész iskolai idő alatt, amikor 18 éves voltam, akkor csináltam a matura, éltem Hamburgban az édesanyámmal együtt, és a nagyapámmal. Szóval Vas Albertnak az apja, Vas Endre. Nekem az első nagy szerelem Erdély volt, és a másik nagy szerelem Erdély volt, ez Menasszony, és a harmadik nagy szerelem Erdély volt, és az lett a felesége is, és ő se tudta angolul, se németül, szóval muszáj volt magyarul tanulni. És most van nekem egy erdélyi feleségem, aki, és három gyerek, aki szinte magyarul, jobban tudnak magyarul, mint én, mert az ő anyja nélkül most már igazán magyar, és én úgy beszélek, ahogy beszélek, ahogy most lehet hallatni, mert a feleségem a magyarul beszélek, és máskülönben, még amikor beszéltem az édesapámmal, akkor mi tényleg magyarul beszélgettük. Igen, az elején nem, de akkor mind több és több. Tizennyolc éves voltam. Ez volt az első alkalom, hogy én mentem Floridába is meglátogatni az édesapám. És persze mindenki ideges volt, főként az ő másik felesége, én mit fogom szólni. Azt kell mondanom, hogy az én édesanyám mindig úgy beszélt hozzám és a nagyapámmal, hogy egy rossz szó volt szabad mondani az ő férjéről, az édesapámról, mert ő az egész élet végig mindig nagyon szerette őt, és mindig sok jót mondta, és úgy nevelte minket fel, mert persze egy fiatal ember mondja, hol az apja, miért elvált, mint egy fiatal ember mindig kérdezi, de mindig azt mondta, hogy nem ő a hibás, hanem ez volt az idő, és neki feladat van, és a család nem olyan fontos, mint az ő nagy feladat, a harc az Erdélynek, és az írás is sokkal fontosabb, és akkor ott kellett minket hagyni, de ez nem azt jelenti, hogy nem szeret engem, stb. És akkor mondom, az első nap egy kicsi még idegen voltunk egymáshoz, mert ő nem tudta, én mit akarom, én mit terveztem, és akkor kezdtünk mindjárt
kérdezte, mi az én tervem, és mit akarom tanulni, stb. Stb. Úgy, mint egy apja kérdezi egy gyerek, mit akar csinálni, és attól kezdve kezdtünk először ilyen általános dologról beszélni, politikáról, és mit gondolkozom Amerikából, és Európából, és akkor kezdtünk politizálni, mert ő mindig azt mondta, arra is emlékszem, hogy mindig azt mondta, Amerika ott jön a jövő, és ha valaki érdekel segíteni, akkor csak onnan lehet, mert ott van a nagy hatalom. Azt kell még mondani, az lett, hogy én, amikor én fiatal voltam, sokszor mentem Magyarországra és Erdélyben. Az egész ifjúsági korra töltöttem, szóval minden húsvéti és minden tavaszi vakáció, minden nyári vakáció lent töltöttem Erdélyben és Magyarországon is, mert ott vannak unokatestvérek. Szóval én sokszor mentem oda, és mindig akartam neki mesélni róla, és az elején ő nem nagyon akarta hallani, mi van. Mert egy kicsi azt mondta mindig, ő az akarja, hogy ő új gondolja vissza Erdélybe, hogy ő látja. Akkor mindig volt valami ilyen családi találkozó, ott, ahol mind a testvér ott voltak lent, amikor én is jöttem, és mindenki kíváncsi volt, milyen képek és mit lehet mesélni onnan. Csak az édesapa mindig kiment a szobából, amikor mutattam a diák. Amikor én kimondom ezt a szót, hogy Erdély, ebben benne van minden, a szívem, a lelkem, az agysejtjeim molekulái, mindaz, ami voltam, vagyok és leszek, tulipános bölcsömtől a kopjafáig. Honából kivert harcos maradtam, akit nem kell eskü kötelezzen hűségre, véremben van. Minden írásommal, minden beszédemmel, mindig és mindenütt Erdélyért harcoltam. Azért az Erdélyért, melyről tudom, hogy már nem lehet az enyém soha. De még lehet azoké, akik ott maradtak. Szenvedtek és hűséggel kitartottak, minden gyötrés megpróbáltatás ellenére is. Az édesapám, ő csak Erdélyben élt, ő azt mondta, az ő kihívása, vagy az ő életcélja, vagy az mi az Erdély. Szóval majdnem minden könyv, ami az édesapám írt, ott benne van persze az egész Erdély élet, és a főként ahol is írt a nemzetek között a viszonyok. Ott vannak a németek ott, a cigánok, vagy most mondjuk a romak, a romának és a magyarok is. És szóval én sokat tanultam tőle, mert sok ilyen tanácsot adta nekünk, mint testvéremnek, nekem is. És az eddig mindig az volt, hogy Endre, nem szabad nézni a nemzet, mindig csak az ember. Minden nemzetnek van egy jó és van egy rossz. És ő azt próbálja mutatni a könyvekben is, hogy nincs ilyen típus, ez a német, vagy ez a magyar, vagy ez a román. Én sokszor jöttem, az a Ceausescu idő volt, amikor én ott jártam, és én mindig meséltem, hogy milyen rossz a helyzet a magyar kisebbségnek és a rómának, úgy lenyomtanak a magyarok, mondtam én, amikor oda mentem, akkor a Ceausescu idő volt, és én mondta, vigyázz, Endre, te mit mondasz, mert nem minden rómán gondolja olyan rossz a magyarokról, hanem a lényeg az, hogy együtt kéne élni, és Erdély, mindig azt mondta, Erdély ez egy külön ország, mert ott sok nemzet van, és Erdélynek ez kéne lenni, ez volt neki az állam is, biztos már több könyv is írta, hogy lenne egy ilyen, mint a Svájc. Mindig ő azt hiszi, egy ilyen ország kéne lenni, mint a Svájc. Demokrácia, jogállam és minden nemzet egybe van. Tudni kell, hogy mikor az Úristen a népek és országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla valahányszor adódik. Szóval az Úristen éppen elkészült a maga munkájával, s kedvtelve szemlélgette a világot, mikor megszólalt mögötte a legöregebb főangyal. Uram, mondotta, valami még nincsen készen. És mi lenne az? Nézett az Úristen csodálkozva legvénebb szolgájára. Ahune, még nincsen rajta senki. Az úr oda nézett, s a bizalakatlan volt egészen, pedig csudaszép kis országnak ígérkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni. Na várj csak, mondta, s elkezdett kotorni a zsebeiben. Talált is egy marékra való magyart még, azokat leszorta a völgyekbe. A másik zsebében valami maradék románokra bukkant, azokkal megbeintette a hegyeket. Édni, mondotta, ezzel megvagyunk. De a vén angyalcseré csak csóválta a fejét. Már pedig egyszem hibázik még valami. Hibázzik? Mi a szemed világa hibázzik? Hökkent meg az úr.
Hát emberek azok most már vannak instálom, de ki fog ott dolgozni? A magyarok? Azok uraskodni fognak? Románok? Azok hanyat hevernek, s bámulják leptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az uraskodásból s a felhőbámulásból marad, azt eltöltik azzal, hogy kergetik egymást. Valakinek dolgozni is kell. Erre az úristen nagy bosszúsan benyúlt a lábi zsebébe, és kirángatta onnan a szászt. De a vén okvetetlenkedő újra csak megvakarta a fejét. Mi a keserűség hibázik most már? Mérgelődött meg az úr ekkora konokságon. Hát ide néz, uram, bögdöste pipáját az öreg főangyal Erdély felé. A magyar uraskodik és veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket és veszekszik a magyarral, na, ugye? A száz az dolgozik, ez igaz, s a veszekedésben mindig amellé áll, amelyik éppen erősebb. Na de kinek lesz haszna belőle? A száz az fösvény, uram, annak szőrös a lelke. Köl még valaki, akinek esze is legyen, meg szíve is, s a munkához is értsen valamicskét, mert különben elviszi az ördög az egészet. Erre már az úristen sem mondhatott egyebet, mint hogy az éppen így igaz, s mivel pedig a zsebeiben bár nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt. A sok legendák között, ami az édesapammal körül van, az eddig persze arról van szó, hogy mi van most az ő magyar állampolgarság. Amikor jött a rendszerváltás, és akkor volt lehetőség először. És ő nem kért az állampolgarság, hanem úgy volt, hogy az ő barátkör között, ott volt egy nagy magyar társaság, aki állandóan mondták, hogy kéne hozzájönni, és kéne elosztásolni, és kéne visszakérni az állampolgarság. És az ő válasz mindig az volt, hát miért kérjék vissza valamit, mert ő magyar. Mert magyar, mindig magyar volt, és neki magyar állampolgarság van. Igaz, hogy ő neki amerikai állampolgarság is, de ő egy magyar mindig maradt magyar, azt mondta. Egyszer megjött a valamilyen nagy dokumentum, ilyen állampolgársági papír, az mutatta nekem, most már nem nagyon pontosan ránézni, de arra emlékszem, hogy ő mutatta, na nézd meg, a magyar állam akarja, hogy én visszajövök, mégsem fogom visszajönni, de kaptam ez a papír, és nézd meg ide, mondta, ez csak egy évre szól. És abból kijött ez a legenda, hogy a magyarok egy ilyen, ők tényleg csak akartak egy évre adni neki az állampolgárság. Pedig, amikor mi beszélgettünk a család arról, ő valahogy oda rájut, vagy az édesapám azt mondta, hogy ez mindenki úgy kapja először az állampolgárság egy évre, és akkor automatikusan hasznibetanak, arra mi nem tudtunk. Szóval az igazság az volt, hogy neki nem nagyon érdekelt a dolog. Ő kapta az állampolgárságot, ő nem nagyon bánta, ő nem nagyon... Persze sok magyar jött, és mondta, megvan az állampolgárság, most mész át, azt mondta, én mindig magyar voltam, úgyse fogom átmenni. Szóval ez neki nem volt ez problém. Az volt az érdekes. Az igazi, volt egy igazi szerelem, ahogy én tudom, ez az én feleségemnek a nagyanyja, az eltűnő buba. Ez volt a híres bubanéni, a vadásznő, aki ez volt azt hiszem az életben az egyedüli nagy szerelem, ami igazi szerelem volt, mert egész amikor ők fiatal voltak, egész amikor az bubanéni meghalt a 80-as években, szóval ez a, ők majdnem minden hónap írtak egymás, hosszú leveleket, gyönyörű szép levelek. Olyan levelek, hogy az valamikor ki fogunk adni. És amikor kiderült, hogy mi ketten, szóval Ágnes és én udvaroltam, akkor az édesapám a sok level között, ami ő írt, majdnem minden hét írt az Évabobannak, akkor írta, nem milyen érdekes az élet, ami közöttünk nem sikerült, az én fiam és a te unokaja úgy néz ki, és sokszor írtak minket róla, és milyen jó neki, hogy most mi között jöttünk között. Bocsásd meg, hogy csak ma írom hozzá, de rég várt levelet, mikor az elfutott időt már visszahozni nem lehet, mikor lassan hajlott lett vállunk, hajunk deres, kedvünk nehéz. Bocsásd meg, hogy így nagyot késett Szimbád, a vidám tengerész. Te voltál én, és én te voltam. Menekültem, s jöttél velem. Te voltál kedves, legelső, és a legutolsó szerelem.
s mint koldussá lett vén kalóz, prédált kincsére visszanéz. Úgy gondol ma rád, búcsúzva a Huszimbát, az öreg tengerész. Nősültem, ez még Sauseszkűre alatt volt, akkor hivatalosan kellett engedély kérni a román államtól, mert külföldi államban nem volt szabad nősülni, vagy férhez menni, és akkor kellett ilyen kihallgatás, és akkor jött a szekuritáta hazam, és mondta, hát egy fél év kell egy dosszé rakni, és én kell mesélni, stb. Stb. És két dolog, és az a két érdekes dolog kihagytak mindig. Az egyik volt az édesapám, nem is kérdeztek, én láttam az édesapám, mindentől kérdeztek, hogy milyen ismeröskör vagyok, milyen könyvök írok, én ott már az egyetem jártam. Az édesapámon nem beszéltek. És a másik az, hogy a Huba testvéről nem kérdeztek semmit. Huba testvérem akkor tábornagyban, Pentagonban dolgozott, mint katonatiszt, az neki nem volt. Vagy ők azt hitték, hogy nekem úgy sincs információ, vagy ez tabu téma volt. A háborús bűnös, az már nem is lehet mondani, a legenda között tartozik, mert ez nem is legenda, hanem tényleg úgy volt, hogy amikor ő már 40-ben történtek ezek az események, hogy kihaltak, meghaltak az emberek a Mosztelken és Szentgotthárdon, és akkor és 46 csak, 6 év később ott volt ez a mi most mondjuk koncepciós per, amikor a kommunisták jöttek a hatalomhoz, ahol érdekesképpen nem csak az édesapám, és nem csak a nagyapám, hanem 64 ember voltak. 64 ember, és 10 nap alatt, 17-en nem kivégeztek, hanem halálra ítéltek, és az a 17 között volt a nagyapám is, és az apám is, és de akkor már nem is volt ott az édesapám, már régóta kint volt, és ő csak kint hallotta, hogy ilyesmit volt. És nem nagyon komolyan vett az az igazság. Ők egyszer írt akkor egy levele, hogy ő kért kihallgatás, és ő akar védekezni, de akkor ő rájött, hogy az amerikai állam, amikor bevándorolt, akkor van ilyen kihallgatás, és akkor kell nézni, ők is tudtak arról, és az amerikai állam az nem érdekelt. Azt mondtak, ez ilyen a kommunistaktól van, egy koncepciós persze az osztály ellenség, csináltak ilyen dolog. Szóval ez nekik nem volt fontos, és ő kapta az amerikai állampolgárság, sőt, még a Huba, a bátyám, aki katonatiszt, kellett kapni, ami angolul így mondja, ilyen clearance, hogy egy ilyen titok rang, ha valaki tábornagy kell lenni, és bemegy a Pentagonnak, akkor van valami kihallgatás, és akkor néznek az egész család, ha valami probléma van, hogy neki szabad ilyen titok tudni, szóval, mint katona. És Huba átment ez az egyik, és ő is mégis kapott azok ilyen. Szóval ők is látta, hát igen. Szóval az Amerika, ez nem volt fontos. Ez a 1987, ez neki egy nagyon fontos év volt, mert akkor 79 éves volt. Arra kell gondolkozni, akkor meghalt Bibi a második felesége, és Bibi volt, aki fenntartotta mindent, és aki segítette a munkába. És a Bibi halál után ő depresszív lett, az lehet mondani, nagyon szomorú volt, és akkor neki az is volt a problém, hogy az írás, ő mindig csak írógéppel írt, és nem is fogadta el ilyen elektroírógép, amik akkor már voltak, ő mindig ilyen mechanikus írógép, amik egész a végig csak azt használta, magyar betűvel, ahogy szoktak mondani, az ilyen gép, és akkor az már mind nehezebb lesz az írás. Szóval voltak ilyen idő, amikor szomorú volt, és volt ilyen idő, amikor új feladat érezte maga, és a legnagyobb feladat az látta, és mindig többet arról beszélünk, a Voltam könyv. Az lett volna az utolsó könyv, az ő autobiográfia, ami különben azt hiszem, az első nap, amikor megismertem az édesapám, akkor már arról kezdett beszélni, hogy ő már, amikor 30 éves volt, már neki fogta írni az ő memoája, vagy hogy mondja, ilyen autobiográfia. Ön életrajzot az akarta írni. És mi beszéltünk a halálról is, mert sokszor, és ő ilyen fajta volt, mint a nagyapám is, és az édesapám is arról mindig beszél, mondta, hát ha már én csak ilyen, ha nem tudom semmit csinálni, csak ott vagyok, én nem akarom egy örök otthonban lenni, akkor én fogom a pisztolyt hagyni, mert ő mint vadász, mindig csak az, hogy pisztolyról beszélt,
Mondta, hát akkor én is leszek öngyilkos, de persze először fogom lelőni a kutya. Volt neki ez a kutya, ez a, nagyon szerette a kutya, mindig volt a kutya, de ez az utolsó kutya, ez a Pojtás, azt hiszem volt a neve. Azt mondta, először fog lelőni a kutya, és azt mondja, és ma volna egy hely, ahol a kutya kell a sírhelynek a kertben. Ma kikereste a kutyának a sírhely. Na, és ahol volt, szó volt ilyen idő, ahol beszélt. És akkor volt, ez de sok év, akkor már ez a 90 évek voltak már, 91, 92, és akkor volt megint jókedves, akkor szó ilyen változott, mint egy öreg ember. És amikor tényleg megtörtént, akkor 98, tényleg én, amikor megtörtént az öngyilkosság, akkor ez már a harmadik házasságnál volt, akkor Méri már volt. És az volt egy nyugtatlan idő neki, mert Méri mindig nem ott akarta lakni, hanem máshova. Állandóan költözkedek. És ez egy ilyen nap is volt, hogy valami zűzava volt. Akkor ő felment, az most már Méri mesélt, és csak én nem voltam ott, és csak úgy hallom, hogy Méri mesélt a dolog, hogy ő, Méri mondta, hogy valami vita volt, és felment nagy mérgesen az édesapám, és bezárta maga a hálószobába. És akkor Méri állítólag még utána futott, és akkor nem nyitott az ajtó, és akkor Méri visszament tévét nézni, vagy nem tudom mit, és akkor ő hallotta hirtelen a lövés, és akkor ő felfutott, és majd látta, akkor felhívott a rendőrség, és felhívott Vít is, és Géza is, mert ők voltak a legközelebb a távolságtól is. Géza jött, az nem tudom, 400 kilométer volt, 4-5 óra később ő is ott volt. Ő még ott volt, szóval nem vitték el, még ott volt a rendőrség, a baleset kocsi, vagy ami szokott jönni ilyenkor. És akkor Géza mesélt, akkor hogy volt, és mondta, hogy milyen szomorú, hogy lelőtte maga, és az is van egy legenda, mert sokan az is mondanak, az olvastam csak egy magyar újságban, hogy nem is lehet, hogy öngyilkos lesz, mert egy puska. Hogy lehet egy puskaval öngyilkos lenni? Mert messze kell, szóval ez egy technikai problém. És nem volt ilyen puska. Szóval ilyen rövid dolog volt. Ilyen pisztolyféleség, igen. És akkor mi, mint gyerekek, ez volt az első, hogy és a kutya, mi van a kutyaval? Mert ott volt a sírhely a kutya. A kutya még ott volt és élt. Szóval vagy elfelejtette a kutya lelőni, vagy ahogy mi gondolunk, ez nem volt tervezve. Előbb-utóbb távoznom kell. Nem tudom mikor és nem tudom hova. Csak azt tudom, hogy időm lejárt. A rám bízott feladatot jól-rosszul elvégeztem, és több mondani valóm nem maradt. Írónak rendelt az úr, mégpedig abból a fajtából, akinek nem szórakoztatás a feladata, nem is a világ szépségeinek dicsérete, hanem mindössze nemzetének szolgálata. Ezt tettem, ezt végeztem jól-rosszul, legjobb tudásom szerint.